Szeretném ezek után felkérni Kelbert Krisztina történész múzeológust, a Szavária megyei hatókörű városi múzeum osztályvezetőjét, hogy tartsa meg előadását, melynek címe Női szerepek az első világháború idején, Vas vármegyei hölgyek a haza szolgálatában. Előadásomban, ahogy Balázs említette, a női szerepekkel az első világháború idején szeretnék foglalkozni. Nem csupán általánosságban, hanem Vasmegyei, Vasvármegyei kontextusban egy-egy hölgy példájában mutatva a szerepeket. Tehát ugye a nagyháború idején nem csupán a hadviselő országoknak a térképei és a frontvonalai történtek változások, illetve a tűzharcokban, tehát nem csak ott pusztított a háború, hanem a borzalmak tulajdonképpen a háttérországban maradt nőknek az életét is szétzilálták. Hiszen az osztrák-magyar monarchia dualizmuskori világában ugye kialakult egy bizonyos nőkép a női szubjektumra vonatkozóak, ez azonban a világháború kirobbanásával alapjaiban rendült meg. Elemére bontotta és más sarokpontok mentén újra rendezte és új dimenziókba is helyezte a nők értékrendjét, a mentalitását, a tevékenységi formáit és a társadalmi szerepvállalásait is. Egyrészt a világháború következtében ismét megerősödtek a nők hagyományos női szerepei, mint például az ápoló női szerep, amiről ugye már szó volt, a karitatív vöröskeresztes feladatvállalások, másrészt pedig a férfiaknak a hadszíntérre vonulásával a munka, és ugyanakkor a munkaerőhiány fellépésével számos pálya és terület intenzívebben nyílt meg a nők előtt, amely a női jogkiterjesztésnek is, mint például a választójog relevanciáját is felerősítette. Alig, hogy megkezdődtek tehát az osztrák-magyar monarchia csapatmozgósításai 1914. július 28-án, a Vöröskereszt Egylet szombathelyi fiókja Herbst Géza elnökletével választmányindulást tartott, és az értekezleten az alispán egy táborba szólította a hölgyeket annak érdekében, hogy a sebesült katonák számára mielőbb kisegítő kórházakat hozzanak létre a megye területén, illetve betegnyugvó állomásokat állítsanak fel Szombathely különböző pontjain, továbbá, hogy minél többen vegyenek részt az ápolónő képzésben. Cél volt az is, hogy alakítsák meg a Szombathely és a Vasvármegyei hölgyek azokat az operatív bizottságokat, amelyek egy-egy szakterületre specializálódnak, és ezáltal hatékonyabbá tudják tenni a vöröskeresztes munkát. Az egylet egyébként a felmerülő költségeket tőkéjéből és a különböző felajánlásokból kívánta fedezni. A legelső felajánlást mezőszegedi Szegedi Georgina tettem, aki 1000 koronát adományozott a Vörös Kereszt felmenedett céljaira, őt látjuk a képen is, és egy érdekesség, hogy mezőszegedi Szegedi Georgina Augusta hercegasszonynak volt hosszú évekig az udvarhölgye, ugye Augusta hercegasszonyt bizonyára nem kell bemutatni, az első világháborús jótékonykodásnak tulajdonképpen a leginkább szimbolikus női alakja. Tehát itt van egy összefonódás is, ami szerintem fontos. Augusztus elejére tehát meg is alakult az öt operatív földbizottság a megyében, és a betegsegélyező bizottság elnökévé Szegedi Georginát választották. Szegedi Georgina meg is tartotta augusztus 5-én az első ülését ennek a betegsegélyező bizottságnak, és ezen az ülésen felvázolták, hogy mik is a feladatai ennek a bizottságnak, úgy mint a betegek ápolásának az ellenőrzése, az ápolónők szükségleteinek a biztosítása, a betegek fogadása és egyben a betegnyugvó állomásokra történő szállítása. Szegedi Georgina volt, aki elkészítette ennek az operatív bizottság munkálkodó tagjainak a beosztását, és így meg is kezdhette a működését ez az általa koordinált csoport. Szegedi Georgina mindeközben aktívan részt vett a katonák napjára megrendezett urnagyűjtésben, itt szintén egy ugye, női szerep, ez a jótékony szerepvállalás, amelynek a bevételeit a bevonult kakák itthon maradt családtagjai között osztották szét. Ugyanakkor felügyelte az ápolónők vizsgáját, és amikor 1914. augusztus végén begurultak a szombathelyi vasútállomásra az első sebesülteket szállító vonatok, akkor Szegedi Georgina és társnői voltak azok, akik frissítőkkel látták el az ideérkező katonákat, és gondoskodtak az azonnali kórházba szállításukról. A világháború eseményeinek előre haladtával ugye egyre több sebesült érkezett a Vasi megyeszékhelyre, ahogy ezt Csilla is említette. Ezért Szegedi Georgina lemondott az adminisztratív feladatokkal járó bizottsági elnöki posztról, és a betegápolásnak szentelte az ideje legnagyobb részét.
ápoló női tevékenység elismeréséül 1915. novemberében megkapta a Vörös Kereszt hadiépítményes másodosztályú díszjelvényét. Kitüntetését követően néhány nappal ugyanakkor elvállalta a hadsegélyező hivatal által propagált szombathelyi Vashonvéd szobor bizottság elnökét. Tisztsége arra predesztinálta, hogy koordinálja a Horváth Boldizsán téren felállított vasvitéz szobornál ellenőrző szolgálatot teljesítő Vörös Keresztes hölgyeknek a munkáját. A vasvitéznél beosztott hölgyek felügyelték a faszokor alapjába bezerelt összegek anyagi megváltását, és a jótékony rituális esemény során felajánlott összegeket a hadisegélyezésre fordították. Szegedi Georgina maga is vállalt ilyen szolgálatot. A háborús jótékonyság nevében ugyanakkor kulturális esteket is szervezett, többek között ugye a Csádor Judit kastélyában, mert hogy a szegedi család a Csádor volt kastélya. Például itt vendégül látták a Szombathelyre érkező Hőfelirma bárónőt. A írónőt a vezérkari főnök helyettesének volt olyan hívese, és egy népes közönség előtt tartott háborús felolvasást a Kultúrpalotában, és egyébként az estély bevételeit a Vörös Kereszt, amit a Fehér Kereszt háborús alapja javára fordították. Ám mindezek a tisztségek és vállalások felett Szegedi Georginának igazi szívügye az a császár és királyi tartalékkórház 5-ös osztálya volt, amelyről Csilla is beszélt már. És a Vörös Keresztes igazolványa szerint ő már 1914-ben megkezdte itt az ápolónői szolgálatát. Az Rényilona utcai iskolában elhelyezett 600 ágyas csapatkórház a világháború kezdetén még meglehetősen alacsony színvonalú és szegény felszereltségű volt. A létesítmény képítését és korszerűsítését dr. Pető Ernő ezredorvos végezte, aki egyébként a képeken Szegedi Georgina mellett látható. És ugye 1915-ben kezdte meg a szolgálatát a tartalék kórházban. Az Rényilona utca iskola épületeket és a tornacsarnokot magában foglaló kórházkomplexumban ugye aszeptikus műtőt, szeptikus kötözőt alakított ki, sőt, amiről szintén Csilla is beszélt, egy medikomechanikai, illetve egy úgynevezett Zander intézetet alapított, ahol a különböző varrógépek és ingák segítségével tudtak volna gyakorlatokat végezni a katonák, és ezt csak azért szeretném említeni, mert Szegedi Georgina ebben is nagy szerepet vállalt, hiszen különböző speciális masszázsokkal próbálták itt a szívgyógyuló katonák egészségét helyreállítani, vagy legalábbis jobbítani a helyzetüket. És Szegedi Georgina maga is végzett ilyen masszázsokat, amit a képen látható, és utókezelésekben segítkezett. A Vasvármegye Napilap egyébként 1916. október 15-én Mimóza és Fájvirág az 5-ös Abtelnyúl című riportjában ekként számolt be Szegedi Georgina kórházi tevékenységéről. Szegedi Gina csillagkeresztes hölgy hetenként 5 napot tölt a kórházban, lankadatlan buzgalommal segítkezik dr. Pető Ernőnek a műtéteknél, és szinte orvossá képezte ki magát a háború hosszú folyama és a kórház nagy forgalma alatt. Georgina ápolónői munkája során figyelmet fordított ugye a sebesült katonák mentális és lelki állapotára, és karácsonyi ünnepségek, ajándékozások szervezésére igyekezett elviselhetőbbé tenni az otthonuktól távol lévőknek a mindennapjait. A Vörös Kereszt egylet felhívására azonban nem csupán Szombathelyen aktivizálódtak a hölgyek, hanem Vaspár megye számos további pontjain is. Rendkívül fontos felajánlások közé tartoztak a kastélyoknak és a lakóépületeknek a kisegítő kórházzá való átalakítása és a felszerelése is. És a berendezett kastély, ezek a berendezett kastélyszárnyak, amelyet egyébként a vasvármegyei hölgyek is Szegedi-Georginot látható, tehát a Vasvármegyében is több ilyen felajánlás történt, kastélyokat átalakítottak kisegítő kórházakká. Például Vasvármegye területén Gróf Feldődít Gyula és Neje, Gróf Széchenyi Emília mozgósításokat követően azonnal felajánlották a képen látható vasvörösvári kiskastélyukat. Az épület földszintjén 5 szobát rendeztek be, 10 altiszt és a legényeik számára, míg az emeleten 6-10 részére készítettek elő szobákat, és már 1914. szeptember első hetétől mindenre kiterjedő figyelemmel ápolták a beteg katonákat. Az Oberwartheit Zeitung ekkor számolt be a kisegítő kórház működéséről. Ez a kis kastélyban található 6 tisztet és 10 közlegényt tudnak felvenni. A kórházat minden lehető és szükséges felszereléssel ellátták. Egy fürdőszoba és minden lehető kényelmi berendezés rendelkezésre állnak a betegeknek.
Ő excellenciája fáradtságot és költséget nem sajnál, a párját ritkító szükségkórházat állított fel. A korabeli háborús levelezéseket áttekintve számos olyan levél bukkant fel, amelyekben a vasvörös fáradt gyógyuló katonák hálával emlékeztek meg az ápoló zófnél önfeláldozó munkájáról. Például Molnár Péter 1915-ben ekként emlékezett a vasvörösvári kórházról. Vörösvárra minden esetre szerette volna menni, mert ismerem a helyet, ott jó volt minden tekintetben. Majd Csepcsányi Lehel gyógyszerész, hálával teli levélben köszönte meg Erdős Gyulán segítő ápolását szintén. Valamint Németh Károly tartalékos főhadnagy is, akinek a levelét szintén a Dián olvashatják. Ugyanakkor a gyöngyös apátikrók Széchenyi Rezső és Neje, a képen álló nyitvai fogfia bárónak alábbi felajánlásokat tették. Nőm és én együttesen adunk 1000 koronát, továbbá felajánljuk gyöngyös apáti kastélyokat és mellékhelyiségeit egyelőre 20 beteg katona és 4 tiszt elhelyezésére, ápolására és ellátására. Fenntartjuk magunknak, hogy a hely és a körülmények szerint esetleg a katonák számát 20-ról 40, talán 50-re is felemelhetjük. 1914. november első napjaiben 24 román, magyar, német sebesültet vittek Gyöngyös apátiba, és a grófnő gondoskodott a itt elhelyezett betegekről. Bozsokon, az iskolában és a templom épületében 18 katona nyert elhelyezést, a sebesültek kényelméről Berei Vég Gyula és felesége Mária gondoskodott. Vég Gyula naplójában így ír az időszakról. Egy ösztelőtt honvéd mankó ugrál, egy román is van közöttük, egy kóri holgas lengyel sztoikus nyugalommal mutatja véres lábát és lábúzatkét. Mia, mármint hogy a felesége, forogatásokat alkalmaz, megigazítja a kötéseket, intézkedik. Hasonló kép 1914. szeptember elején Ferdődi Sándorné Végkastélyában is szintén kórházat hoztak létre. Az ápolónői szerepeken túl itt a Bébi kastély, és itt rendezték be éppen a háborús felajánlások következtében a sebesültek gyógyulására szolgáló kórházat. Az ápolónői szerepeken túl a vármegye számos asszonya szorongta végig a háborút, hiszen gyermekeik harcoltak a fronton. Az ápolónői szerepeken túl az anyai szerepre is szeretnék kitérni, hiszen az anyai szerepek sajátos változáson mentek át a világháború során. Gróf Erdődi Gyuláné életét 1914. július 24-én és 26-án érintette meg az első világháború pusztító szele, hiszen ekkor kapták meg a fiai, Erdődi Lajos és Tamás a háború behívó parancsukat. Az idősebbik fiú Tamás tartalékos hadnagyként az 5-ös hadtest parancsnokság kötelékébe Zágrába került, Lajos pedig hadnagyi minőségbe Pozsonyba vonult be, majd pedig a galiciai lendületbe érkezett meg. Második Vilmos német császárnak hírhedtté vált kijelentése alapján ugye minden anya azt remélte, hogy a fia hazadicsőséget mielőbb kivívva épségben térhet vissza a családjához, ez azonban tudjuk nem így történt. Széchenyi Emiliának a háború első napjától kezdve hosszú éveken át tapasztalnia kellett ezt a kétségbejtő bizonytalanságot, amelyet a hírek késlekedő terjedése vagy a telefonvonalak szüneteltetése okozott, és hát az újságok megbízhatatlanul érkeztek abban az időben, tehát a tájékozódás eléggé nehézkes volt. És hát Széchenyi Emilia és a fiai közt zajló hosszas levelezés, az felmaradt a Vas megyei levéltárban, és hát ezekből a levelekből is felsejlik, hogy milyen az aggódó anya sorsa ezekben az időkben. Ugye azt írja 1914-ben, hogy naponta szinte felfaljuk az újságokat, de azok annyira szigorúan diszkrétek, hogy semmit sem tudhatunk meg. És természetesen leírhatatlanul kíváncsiak lennénk, hogy halljuk a híreket. Emilia tehát ugye rendszeresen írta a fiainak a frontra, és hát várta is folyamatosan a megérkező válaszleveleket. Azért is volt különösen nehéz Erdődi Gyuláné sorsa, hiszen fia egy nagyon komoly feladatot vállalt. Ugye Erdődi Tamás gróf volt az, aki IV. Károlynak a titkos tárgyalásait vezette Svájcban, ugye Pármai Zsúrban, Szisztus és Szabér hercegek között, és hát ez a különösen nehéz
vállalkozás tulajdonképpen nem csak azoknak a diplomatáknak volt nehéz, akik ezt végezték, hanem nyilván az aggódóan is ezeken az aggodalmakon ment keresztül. És hát, hogy miben is tud menekülést találni ekkora nő, vagy hogy tudja ezeket az aggodalmait formába önteni. Ugye Erdődi Gyulánné, mint festőművész, tulajdonképpen a festészetben, mint művészetben talál egy menekülést, és hát nagyon sok képe készül, ami a fiainak a fronton átért tapasztalatait mutatja be, például az itt látható kép is, és hát tulajdonképpen a jótékonyság rá is fordítja ezeket a képeket, hiszen a festményeiből például Nagyváradon állít ki egy alkalommal 1916-ban, és hát az így befolyó összegeket azokat a jótékony célra ajánlja fel. Tulajdonképpen a háború 4 évben jelentős módosulásokat és előrelépéseket eredményezett a női emancipáció területén is, amit az elején említettem az előadásnak. Hiszen a háborús időszakban a nők munkavállalási lehetőségei szélesebb körben megnyíltak a tradicionális férfi intézményrendszerekben is. Azóta a férfiak hadbavonultával a háború éveiben esélyt kaptak a nők a megüresedett állások betöltésére, és ennek következtében tömegesebben áramolhattak be az értelmiségi és a tisztviselői pályákra is. Ugyanakkor a hadügyminisztérium rendeletének értelmében a katonai hatóságokhoz, a katonai irodákban, hadsegélyező hivatalokban is egy-egy gyakrabban alkalmaztak nőket, segédszolgálatos tisztek és altisztek helyét betöltőleg, főként adminisztratív feladatok ellátására. Ennek következtében a háborús időszakban a nők önállósága, függetlensége, a felelősségvállalási lehetősége egyértelműen kiszélesedett, és ezek a viselkedési minták elfogadottá, legitimé is váltak a közvélemény számára. Ennek fényében az első világháború tulajdonképpen értelmezték a női polgári jogok felgyorsítójaként, katalizátoraként is, amelynek során a háborús tapasztalatok megalapoztak egy olyan terepet, amely révén aktívabb társadalmi szerepvállalásra készülhettek a nők a és az években beálló békeidő során is. A Szombathelyen már 1907-ben megalakult egy szervezet, amely a nők érdekének védelméért, a női jogok kiterjesztéséért, a nők oktatásáért és felvilágosodásáért. Ez pedig a Szombathelyi Nőtisztviselők Egyesülete volt, amelynek az elnöki posztját Greisinger Ottóné Kerecsényi Ilona töltötte be, az alelnöke pedig a képen látható Fernum Bodoné Steiner Ilona volt. Ők ketten már az első világháború és hát a 1907-ben alakult egyesület munkáját az első világháború alatt is tovább folytatták, és ez az egyleti szerepvállalás például kimerült abban, hogy ismeretterjesztő és agitációs előadásokat tartottak a női választóinak a kiterjesztése érdekében. 1917-ben például Spárdi Adél a budapesti feministák közül érkezett Szombathelyre, és a nők választójogának a érdekében megindított mozgalom részleteiről beszélt Szombathelyen, és tulajdonképpen ez a agitációs körutat követően a nőtisztviselők egyesületében is egyre gyakrabban felmerült a választójog kérdése. Különböző feminista előadókat hívtak meg, mint például a Gergely Janka vagy Ludwig Vilma, akik a Szombathelyi Várvegyeházán tartották meg a nők választójogának megteremtése érdekében előadásaikat. Például Ludwig Vilma azt hangoztatta, hogy a nők, hogyha választójoghoz jutnak, akkor küzdhetnek például olyan témákért is, mint a bába kérdés, a csecsemő és az anyavédelem, a népoktatás, a közegészségügy és a háborúk elkerülése. Mindeközben természetesen nem csak vendégelőadók voltak, hanem a már említett Greisinger Ottóné és Ferdinand Bodogné egy a megyében több helyen is felbukkant és előadásokat tartott, Sárváron, Celdömölkön, de egészen Sopronig is eljutottak. És hát ugye 1918. május 31-én végül ugye a parlament választói bizottsága úgy döntött, hogy mégsem adják meg a nőknek a szavazati jogot. Ekkor a feminista mozgalom nem csak országszerte, de Szombathelyen is egy újabb lendületet kapott ugye az előbb említett szervezők révén, és Greisinger Ottóné vezetésével írtak egy fogalmazványt, amiből idéznék, hogy mi is volt az ő céljuk és miért is küzdöttek. Tiltakozunk az ellen a súlyos sérelem ellen, amely a magyar nőket a háború érhetetlen szenvedésekkel, terhekkel és szinte emberfeletti erő
erőkifejtést igénylő feladatok fajtát 4. esztendejében a Válaszpolgári Bizottság a május 31-én történt kulccsal ért el. Méltatlankodásokat fejezünk ki a nők érdekei és érdemei ellen, vétve eljáráson, és követeljük, hogy a képviselőház plénuma tegye jóvá a bizottság bűnét azzal, hogy megszavazza a nők aktív és passzív választójogának legalább azt a mértékét, amelyet az eredeti javaslat kontemplált. Előadói körutat tettek tehát az imént említett előadók a megyében, különböző előadásokat tartottak, ugyanakkor ugye felléptek a leányoktatás kérdésében is. Hosszú ideje nem született döntés abban a kérdésben, hogy Szombathely leányoktatás előbbre lépjen bizonyos szempontból, hiszen nem volt leánygimnázium a megyeszékhelyen, ami azt jelentette, hogyha a lányok tudásszomjuk tudatában szeretek volna tovább tanulni, akkor ezt nem tehették meg itt egészen 1917-ig. Ennek a Szombathelyi Nőtisztviselők Egyesületének, amelyről ugye most beszéltünk, egyik fő törekvése volt, hogy ezt a leánygimnáziumot megvalósítsák a városunkban. És hát nyilván nem csak az ő érdekük ezt, hiszen minisztériumi és városvezetési döntés is kellett ehhez, de az ő agitációjuk nélkül azt gondolom nem biztos, hogy gyorsan megvalósulhatott volna, hogy 1917-ben átadták a leánygimnáziumot, ugye a mai Kanizsai Dorottya gimnáziumot. Ugyanakkor a munkavállalás kérdéskörén belül is foglalkozott ez az egyesület, kiterjesztik a lehetőségeit a női munkavállalóknak, és több alkalommal a Szombathelyi nőtisztviselők hangjukat hallották annak érdekében is, hogy megakadályozzák a vérontást, illetve a békekötés érdekében szólaltak fel. Hallották egyébként Zelma Lagerlöf békemissziós arcpolitikáját, ami így hangzott, hogy az utolsó szó hagyja el a lekamat, amíg csak vérkerim az erejével, mindaddig dolgozni akarok a béke érdekében, még ha ez a munka boldogságomba, életembe kerül is. Annak ellenére, hogy a jelen előadás keretében bemutatott anyai, ápolónői és nőjogi aktivista szerepek csupán néhány szegmensét világítja meg a hölgyek és az első világháború kapcsolatának, mégis talán segíthetnek abban, hogy jobban megértsük, hogy miként is érték meg a nagy háború eseményeit a háttérországban maradt nők. Köszönöm a figyelmet!